Szeretettel köszöntelek! Ebben a videóban egy nagyon ősi tudásról szeretnék most mesélni neked, amit a modern korban ormusznak hívnak. Ezek olyan különleges ásványi anyagok, melyek már az ősidőkben is az emberek tudomására jutottak, illetve ismerték ezt az anyagot, csak aztán időről időre valahogy a történelem során feledésbe merültek, hogy aztán újra a mikorunkban, egy modern környezetben ismét felfedeződjenek, és újra az emberiség szolgálatába tudjanak állni. Mindjárt elmesélem, hogy miről is szól ez az egész. Hermész megisztos smaragd a következő szöveg található. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd. Mit is jelent mindez? Azt, hogy minden mindennel összefügg. Ez a videó ez ezt fogja bemutatni nektek. Max Planck fizikus Nobel-díj átvételekor 1918-ban ezt mondta. Egész életemben az anyagot kutattam, de rá kellett jönnöm, a hagyományos értelemben vett anyag valójában nem is létezik. Az anyag egésze kizárólag egy olyan erőhatására keletkezik és marad fenn, mely az atom részecskéit rezgésbe hozza, és végül parányi naprendszerét összetartja. Az univerzumban minden, ami létezik, energia által jön létre. Azt kell feltételeznünk, hogy az energia mögött egy tudatos elme létezik, ami a Mátrixot megteremti. Nikola Tesla pedig ezt mondta. Ha szeretnéd megtudni az univerzum titkát, akkor keresd a válaszokat az energiában, frekvenciában és a rezgésekben. Hogy mindez hogy jön ide, el fogom mindezt mondani. Az ősi Egyiptom van. Már tudjuk? hogy ezek az olmusznak nevezett anyagok léteztek, illetve ismerték és használták őket. Hiszen ezeken a hiroglifákon ez a felfelé csúcsosodó piramisszerű ábra, ez pontosan ezt az anyagot mutatja. Ahol be van itt jobb oldalt karikázva, ez a piros karika, itt látszik, hogy ezt egy fehér porformájában formájában ismerték, és a fáraók, illetve a papikasznak a kiváltságva volt az, hogy ezt az anyagot használja, mégpedig az életüknek a meghosszabbítására, illetve az egészségük fenntartására. Nagyon sok ilyen ábrázolás van, amin ezek látszódnak. Tehát tudjuk, hogy ismerték. A Bibliában, a kivonulás könyvében pedig a következő szöveg olvasható. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta valami finom szemcsés dolog volt. Olyan, mint a déra földön. Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk, ez az a kenyér, amelyet az urad nektek tekenni. Itt ezt az anyagot mannának nevezték. Később a középkorban az alkimistákról tudjuk azt, hogy ők aranyat szerettek volna előállítani. Legalábbis a történet ezt mondja. Azt tanultuk, hogy higanyból próbáltak aranyat előállítani, mint a két egymás melletti elemaperiódusos periódusos táblázatban. Kisebb-nagyobb sikerrel. Azonban azt kevesen szokták elmondani, hogy mi van akkor, hogyha ők valójában nem is a hagyományos fém aranyat akarták előállítani, hanem ennek az aranynak egy egészen módosult halmazállapotú változatát, amit mi most itt a modern korban többek között ormusznak nevezünk. David Hudson nevezetű úriember ő egy amerikai gyapott farmer volt. Mindenképpen meg kell őt említeni, hiszen a mi modern korunkban ő volt az, aki a 70-es évek közepén újra felfedezett valamit az egyik földjén, egy fehér porszerű anyagot, amit elkezdett vizsgálni, mert ilyen nagyon érdekes tulajdonságokat vél felfedezni. Mivel ő elég gazdag ember volt, elkezdte különböző laboratóriumi vizsgálatoknak alávetni ezt az anyagot, amiről aztán kiderült, hogy egészen furcsa fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát ő volt az, aki mindenképpen nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy mi itt és most tudunk erről az anyagról, és tudunk erről beszélni, hogy mi is ez. Nos nézzük, mi is az az Ormus, vagy másnéven Orme. Ormusnak kell ejteni, ez alapvetően egy angol rövidítés, Orbitally Rearranged Monatomic Elements, magyarul körpályán újra rendezett monoatomos elemek, más néven induktívan szétválasztott atomos elemek. Hogy mindez mit jelent, erről részletesen fogok beszélni. Magas spinállapotú szupravezető ásványoknak is nevezik, atomosan különálló elemek, melyek eredendően fémek, egy speciális, megváltozott állapotban. 11 ilyen nemes fémről tudunk, amelyek az arany, ezüst, platina, iridium, palládium, ozmium, ródium, ruténium, nikkel, réz és kobalt. Más néven M11 anyagok néven is szokták említeni. A monoatomos arany, hogyha rákerestek a keresőben, lehet erről találni írásokat, az általában csak az aranyat említi, ez egyféle anyagot tartalmaz. Az ormusz azonban akár 11 féle ilyen nemes fémet is tartalmazhat, tehát olyan ormus termékek vagy anyagok, amelyeket esetleg megtalálhattuk, azok közül sok, nem csak egyfélét tartalmaz. Ennek az anyagnak, mert hogy tulajdonképpen egy anyagról, illetve bizonyos ásványoknak egy különleges halmazállapotáról és különleges fizikai tulajdonságairól van itt szó, Ezeket régen életelik színnek, vagy a bibliai mannának, Isten jelenlétének, kenyerének, Shubrednek, vagy az Egyiptomban, ugye itt csak más hangzókat írtak, ez az MFKZ-t, ez a Müfküsztnek hívták, mikroklaszteres elemek, okkult arany, aranyos ivóvíz, filozófusok, vagy bölcsek köve, stb. Hogyan is keletkeznek az ilyen ormusz anyagok, ormusz tulajdonságú anyagok? Többféleképpen keletkezhetnek, a kémiai módszerekkel, különböző savak, lúgoknak a használatával. Az alapvetően kiinduló anyag itt általában magas ásványi tartalmú ö, tengervíz, legfőképpen a legtöbben, akik otthon próbálkoznak ilyen anyag előállításával, az általában a holtengeri sót használják, mint kiinduló pontot. Aztán mikrobiológiai ö, ö, Anyagokkal, tehát mikrobiológiai hatással a, a talajban is keletkezhetnek mikrobák által, aztán úgy is lehet, hogy tengervizet ilyen örvénylő mozgással mozgatunk egy elektromágneses mezőben, fotocintézis által, fermentáció által, különösen mágneses mezőkben, illetve vulkánok, hatására. Erről szeretnék egy pár gondolatot említeni, ugyanis a vulkán kitörése egy nagyon-nagyon különleges és érdekes jelenség, amikor is hatalmas energia, hatalmas nyomás és hatalmas hő hatás következtében a föld belsejéből rengeteg ásványanyag tör elő, és ennek a különleges erőhatásnak a következtében nagyon sok esetben ilyen módosult állapotú anyagok kerülnek utána bele Tulajdonképpen az ásványi kőzetekbe, és utána az ásványi, illetve vulkanikus talajba. Az a lehet, hogy elgondolkozott már sok ember, hogy miért van az, hogy például a régen kihúlt vulkánoknak a lejtőin, lankáin nagyon-nagyon jó minőségű mezőgazdasági terményeket lehet elölteni, ugye főleg szőlőt szoktak itt termeszteni, például tokaj alján, ugye mint az egyik leghíresebb magyar borvidék, vajon miért olyan kiváló minőségű ez a szőlő és az abból készült bor, hát azért, mert itt ebben a részen még viszonylag sok ilyen ásványanyag található. A idővel aztán esőzések következtében ugye belmosódnak a folyókba, és aztán végül a tengerekbe, óceánokban kötnek ki ezek a ásványanyagok, anyagok, illetve hát ugye a nem megfelelő mezőgazdasági földművelés hatására ugye egy idő után ezek elfogynak ezek az ásványok a talajokból. Szeretnék arról beszélni, arról a kifejezésről, hogy skaláris energia, ugyanis erről még későbbiekben nagyon sok szó fog esni. Mi is az a skaláris energia? A fizika jelenleg azt mondja, hogy a fénynél sebesebben nem mozoghat semmi, tehát a fénysebességet nem igazán lehet átlépni. Ugye Einstein is sokat foglalkozott ezzel a, ezzel a kérdéskörrel. Ennek ellenére egyre egy jobban úgy tűnik az egyre moderne fizikai uh, elképzelések uh, és illetve fizikai kísérletek során, hogy elképzelhető, hogy van egy olyan energia, egy olyan anyag, nevezzük így, de inkább maradjunk az energiánál, amelyik elképzelhető, hogy a részecskékből áll, amelyek gyorsabban haladnak a fénynél. Ez a skaláris energia nagyon sok kultúrkörben, nagyon sok országban megjelenik, mégpedig az egészséggel kapcsolatos, az életerővel kapcsolatos fogalmakban biztos mindenki találkozott már kínai Chi-vel, vagy ki Japánban ugye a kínek hívják, vagy pránának, ugye inkább Indiában. Nevezhetjük életerőnek, orgonenergiának, tahionenergiának, torziós hullámoknak, mezőknek, vagy nullponti energiának, forrásmezőnek, fénysebességnél gyorsabb fénynek, vagy akár isteni tudatnak is. Ez mind ugyanarról szól, ezeket itt skaláris energiaként fogjuk említeni. Ez az energia mindenen keresztül hazad, még a fizikai anyagon is. A hagyományos fizikai modellben az atommag és az elektron közötti űrt, ez a skaláris energia tölti ki valójában. A növények, állatok és az ember is egy fraktális antenna skaláris energiáról még egy pár szót. Definíciát illetve a skoláris energia két azonos, az a térben egymással fázisban lévő, azonban időben kifejezve 180 fokkal egymástól eltérő fázisú hullám ütköztetésével laboratórium körülmények között volt létrehozható eddig. Más szavakkal kifejezve a két hullám, ahogyan nevezik őket a hullám és az antihullám, fizikálisan teljesen egyforma, azonban időben 180 fokkal eltér egymástól. Tehát a skaláris hullámok Merőben többrétűek összetettebb törvényeknek engedelmeskednek, mint az általunk ismert herc hullámok. Jellemzői nem lineáris, mezőszerű, holografikus energiahalmazok, statikus, mozdulatlan, más idővel rendelkező energiaformák. A skalális energiának a története, ez az 1800-as évek közepén James Clerk Maxwell kutatta, 1920-ban Einstein azonosította, és később pedig Nikola Tesla bebizonyította a skoláris energia létezését, még ha erről jelenleg nem is hallunk túlságosan sokat. De mégis nagyon fontos a számunkra. Az asztrológusok egyre jobban kezdik felismerni azt, hogy a galaxisok középpontjában úgynevezett fekete lyukak találhatók, nagyon erős fekete lyukak, vagy akár nevezhetjük fehér lyukaknak is. Minden egyes ilyen galaxis középpontjában egy úgynevezett szingularitás van. Ez ugyanúgy, mint a napok és a bolygók esetében, vagy akár a saját testünk esetében is így van, és ezek tulajdonképpen fénynél gyorsabb skaláris energiáknak az átjátszó állomásaiként szolgálnak. Na, itt jön megint az, hogy ami fent, az lent. Meg függ látni, hogy ugyanaz az a rendező elvérvényesül a galaxisok esetében, mint a bolygóknál, és később akár az emberi vagy állati testben egyaránt. A teleszkópokkal egyre jobban fölismerik azt, hogy hatalmas, ilyen fekete lyukból kiáradó szél jön ki tulajdonképpen, ami egy nagyon érdekes jelenség, mert azt mondják, hogy a fekete lyukba csak befelé megy minden, és elnyel mindent, kifelé nem nagyon jön onnan, de most mégis úgy tűnik, hogy elképzelhető, hogy ez így van. Az univerzumunk az egy szingularitásoknak a halmazából, hálójából áll. Tulajdonképpen ezek fekete lyukak és vagy fehér lyukaknak is nevezzük, amelyekből ez a fénynél gyorsabb skaláris energia áramlik kifelé. Ez az energia az egész univerzumon keresztül áramlik, az egészen a galaktikus pérettől a szubatomi spirális, kavargó, fraktálisan kavargó rendszerben, és ahogy itt is látszik, ugye egy spirálgalaxis formájában, ezt később majd meglátjuk, hogy egy ilyen fángszerű toroid mezőben mutatkozik meg. Na itt látjuk ezt a két képet, itt tulajdonképpen ez a két kép mutathatná a földbolygónak a, az elektromágneses mezejét is egyébként, de ahogy itt látszik, ezek tulajdonképpen ennek a fánk formának egy ilyen kétdimenziós kivetülései. Ezek megint csak azt mutatják, hogy a bolygók körül is ez a skaláris energia, ez a fénynél gyorsabban haladó energia, ez ilyen formában ö, kering tulajdonképpen. Itt most be fogok mutatni egy nagyon érdekes videót. Ugye általános iskolában azt tanítják, hogy a naprendszer az ugye úgy épül föl, hogy van a központi nap, és akkor körülötte keringenek a bolygók, és ezek tulajdonképpen egy ilyen síkban keringenek a, a nap körül. Hát ez nem teljesen igaz, mert ugye azt is tudjuk, hogy a napunk is folyamatosan utazik, és a, a mi galaxisunknak a központja körül is folyamatosan ugye kering. Ugye 26 ezer évenként fordul meg tulajdonképpen egyet körbe, míg a bolygók teljes mértékben, egy, ugye, hát a Föld bolygó egy év alatt fordul meg ugye a nap körül. Na most a következő videó egy nagyon érdekeset mutat, mégpedig, hogy valójában háromdimenzióban hogyan is néz ki a bolygóknak az utazása a nap körül. Na most, hogyha megnézitek, ugye halad középen a nap, és akkor körülötte különböző pályán keringenek ugye a bolygók, de amint látszik, hogy megint csak ezt a nagyon érdekes uh, hullámot lehet látni, ami, ami gyakorlatilag akár a DNS-pirálunkra is emlékeztethet bennünket. Ez egy fraktális mező, erről is majd fogok szótejteni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség itt, hogy bizony bizony, ami a bolygóknál és a napnál uh, jelentkezik, az bizony később kisebb méretben ugyanígy megtalálható. Ez egy kétdimenziós Mendelbrot spirál ez egy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű matematikai képlettel leírható fraktál. A fraktáloknak azokat a, most leegyszerűsítve ábrákat nevezzük, amikbe, hogyha elkezdünk belenagyítani az ábrába, akkor egy idő után pontosan ugyanaz az ábra fog kijönni belőle, tehát egy önmagában folyamatosan ismétlődő ábrát fogunk kapni, ugyanúgy, ahogy az előbb láthattuk ugye a bolygóknak a mozgását, vagy akár a spirálgalaxisoknak ugye a karjait, akár itt láthatjuk ezen a képen is. Tehát megint csak ami fönt, az lent. Itt ennek a jelenségnek egy háromdimenziós képét lehet látni. Ugye ez már megint csak eléggé hasonlít arra, ahogy ugye a bolygók keringenek a nap körül, és az egész rendszer halad előre. És itt megint csak látható ez a spirális, fraktális rendszer, ahogy ez a fénynél gyorsabban haladó skalális energia is tulajdonképpen halad az univerzumban, és terjed mindenfelé. Ezt a jelet szerintem mindenki ismeri, ugye ez a Yin és a yangnak a jele, a keleti filozófiában, illetve a kultúrkörben egy nagyon központi jel, ugye többek között a sötétségben meglévő fényt és a fényben meglévő pici sötétséget is ábrázolja, de azt is ábrázolja egyébként, hogy nevezzük most tahion részecskéknek ezt a skaláris energiának az apró pici részecskéit, két ilyen részecskének a találkozása és összecsavarodását mutatja ez meg. Ugye a koreai zászlóban is ugyanez a jel megtalálható, és ennek van egy ilyen hármas csavarodású képe is. Egyébként nagyon érdekes ö, tény, hogy a piócáknak a szájszerve a harapás után körülbelül ilyen jelet hagy. Ugye milyen érdekes? Ami fent, az lent. Amikor ez a skaláris energia elkezd besűrűsödni, több ilyen részecske találkozik, ahogy az előbb is láttuk, ugye a Yin és a Yang jelében, egyre jobban elkezd lelassulni, ugye félsebesség alá csökken a sebessége, és utána, ahogy egyre több ilyen részecske csavarodik össze, egyre jobban elkezd besűrűsödni, lelassulni, és egy idő után a mi 3D-s világunkat elkezdik kialakítani. Ez a jelenség tökéletesen meglátszódik például a növényvilágban, ugye egy pagoda kelvinbónak hívják, vagy pagoda kelnek, a jobb oldalon ugye egy lilakáposzta, Nyilván nem minden növény mutatja ennyire gyönyörűen a fraktális rendszernek a leképeződését itt a 3 d világunkban, de mégis vannak ilyen kitüntetett növények. Vagy nézzük tovább például a brokkoli, ugyanezt a fraktális rendszert mutatja be a számunkra, és azt mutatja be, hogy, hogy ez, ami kint a világegyetemben száguldó energia, hogyha besűrűsödik, akkor bizony milyen gyönyörű szép anyagi formákat tud ölteni. Itt most fogunk látni képeket különböző kaktuszokról, posgás növényekről. Ugye milyen érdekes, hogy ha ránézünk fölülről, akkor gyakorlatilag olyan, mint egy spirálgalaxist látnánk. Megint ami fent, az lent. A természet gyönyörűen bemutatja számunkra azt, hogy a világegyetemünk hogyan működik valójában. Vagy nézzük meg itt egy napraforgónak a belsejét. Ez is egy ugyanilyen fraktális rendszer. Milyen gyönyörű, szép rendben rajzolódnak ki, vagy egy kövirózsának a belseje ugyanez a rendszert láthatjuk. Itt az okra növény, ami egy szabályos ötszög, tulajdonképpen ugye egy pentagram vagy pentagon, mint ami az amerikai védelmi minisztérium épülete is, ugyanez a rendszer. A jobb oldali képen pedig a szent geometriából az életvirága látható itt. Megint minden mindennel összefügg, erről még lesz szó később gyönyörű szép virágzó kaktuszok. Ha megnézzük itt ezt a felső képet, akkor itt még látható is be is van számozva a különböző spirálkarjai tulajdonképpen ennek a kaktusznak, olyan, mint egy galaxis. Megint csak ugyanez a rendszer. Milyen gyönyörű fraktális rendszer kialakul. No igen, akkor most beszéljünk a méhekről. Honnan tudják vajon a méhek azt, hogy nekik a kaptárukat így, ilyen formában kell fölépíteniük? Honnan tudják azt, hogy a kaptárnak ezek az apró pici sejtjei, ezek szabályos hatszög alakzatban kellenek, hogy kialakuljanak? És különben is miért így alakul ki, miért így építik meg? azért, és erről majd később szintén fogok beszélni, ezek az úgynevezett szent geometriák, amelyek kitüntetett szerepet játszanak az életünkben, ezek energiagyűjtő rendszerek. Energiákat tudnak gyűjteni a kozmikus energiából összegyűjteni. Ugye itt ezekben a salátákban szintén meglátszódik ez a gyönyörű fraktális rendszer, vagy itt ebben a kis növényben, ebben a páfrányban, ahogy, ahogy nyílik kifelé, ugyanezt a, mint egy halmaz, ahogy látjuk, egyre megyünk befelé, ugyanaz a rendszer bontakozik ki. A mai modern elektronikában is elkezdték felismerni, hogy ha bizonyos fraktális rendszerben építenek ki antennákat, szó szerint itt most például egy rádiófrekvenciás antennáról van szó, hogyha az egyik kisebb része úgy, úgy, épül fel a nagy, hogy sok kicsi apró ugyanolyan részből, akkor rájöttek, hogy sokkal hatékonyabban tud működni, sokkal hatékonyabban tudja venni, vagy akár adni a különböző rádióhullámokat. Ez a rendszer a természetben máské, máshol is megjelenik, gondoljunk a fákra. A fáknak a gyökérzete, illetve fönt az ágai, itt ugye nyilván jobban látszik, amikor nincsenek rajta levelek, látjátok, hogy ugyanezt a fraktális rendszert mutatja. Miért így alakult ki a, a növényvilágban. Ki mondta ezt meg, hogy ennek így kell kialakulnia? Akkor itt vannak a, a rovaroknak, amik ö, szintén a kis ö, fejükön lévő antenáknak hívják őket, ezeket a kis érzékelő részeket, amikkel érzékelnek különböző légmozgásokat, illetve különböző dolgokat a környezetükből. Ezek is nagyon-nagyon érdekesen néznek ki. Ugye itt például egy, egy gyümölcslénynek, vagy hát a ez egy, ez egy hangya annak a a kis antennája, és itt látjuk egy gyümölcs lénynek szintén ezt a kis antennáját. De gondolhatunk nagyobb állatokra is, például a szürke marhára. Nagyon érdekes, hogy megfigyelték, hogy a szarvukban, ugye nyilván a csont, mész, kálcium, magnézium mellett nagyon nagy mennyiségben találhatóak egyébként ilyen ormuszhalmaz állapotú ásványanyagok. Tehát tulajdonképpen ezek a szarvak többek között szintén egy bizonyos energiafelvételre használ, használják az átok őket. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy Egyiptomban például a Bika Istennek a képe is mindig így volt jelölve, hogy a szar között egy, egy napkorong. Vajon miért? Vagy gondoljunk a szarvasokra. Az ő agancsuk is tulajdonképpen egy fraktális antenna rendszer. A Kirlián fotózást lehet, hogy sokan ismeritek. Uh, azt szokták mondani róla, hogy a valódi aurafotózás, de ez nem teljes mértékben igaz, ugyanis az, a Kirlian fotózás azokat a, Azokat az energiacsatornákat mutatja tulajdonképpen, azokat a fraktális uh, csatornákat, a, amiken keresztül tulajdonképpen elektromágneses térben tölthető egy adott tárgy, és az nem kifejezetten az életerőt mutatja be, ugyanis élettelen tárgyaknál is, amint látjátok, ez létezik, hanem tulajdonképpen azokat a csatornákat, amin keresztül ez a skaláris energia mindenhol folyik, mert hogy még az úgymond élettelen dolgokban is folyik ez, hiszen minden tulajdonképpen ebből áll ugyanúgy a kvarckristálynál, mint ahogy egy emberi kézlenyomatnál, vagy pedig ugye egy, egy levélnek a, a kélián fotóján gyönyörűen látszik. Nyilván, ahol nagyobb az életenergia, nagyobb az energia, ott még ragyogóbban látszódik ez, a, ez az energiaáramlás, ugye, amit nevezhetünk életerőnek, csínek, pránának, bárhogyan ugyanarról a rendszerről van szó, és ezek, a, ezek az anyagok gyönyörűen látszik, ahogy ez a skaláris energia áramlik. Ugye megint csak térjünk vissza egy pillanatra a, a kisülésekre, ugye a villámokra, ahol a mix, hogyha megnézzük, és ez egy gyönyörű fotó, akkor tulajdonképpen itt is ugyanaz a fraktális rendszer látszik, mint akár a, a fáknak a, a lombozatában, vagy akár a gyökérzetében. De hogyha műholdról megnézzünk egy folyónak mondjuk a, a mellékfolyóit, és hogy hogyan folyik, és hogyan ömlik bele egy nagyobb vízbe, akkor itt is pontosan ugye a fraktális rendszert láthatjuk. Megint csak hangsúlyozom, ami fönt, az lent. Minden, mindennel összefügg. Na no és akkor elérkeztünk az emberig ez a skaláris energia, amit nevezhetünk isteni tudatnak, vagy, vagy fénysebességnél gyorsabb fénynek, ez tulajdonképpen lefelé áramlik, ugye ahogy az elején mondtam, a galaxisok középpontjából áramlik kifelé, megy a naprendszereknek a napján, keresztül áramlik tovább, és eljut a bolygókig, és onnan le a föld felszínre, maradjunk most itt a földnél, és be a Föld középpontjába, és aztán onnan vissza, és utána az embereken keresztül. Na most az emberi test is rengeteg ilyen szingularitást tartalmaz, ilyen mini fekete lyukokat a testünkön belül, amik mind-mind arra szolgálnak, hogy ezeket az energiákat mi fel tudjuk venni. Az akupunktúrás rendszer, a kínai akupunktúrás rendszer, az azoknak a meridiányai, vagy a csakrák, ezek mind-mind olyan kitüntetett pontjai a mi szervezetünknek és rendszerünknek, amikben alapesetben nagyon dúsan vannak ezek az orbusz állapotú ásványi anyagok, amik szupravezetők, az egész idegrendszerénkön keresztül és a gerincünk mentén is, ugyanúgy, mi az agyunkban, és tulajdonképpen a DNS-ünkben. Az egész szervezetünk, ahogy mit megnézzük, az egész testünk, az egy fraktális elrendeződést mutat ugyanúgy, amelyik alapesetben sok ilyen szupravezető ormusz ásványanyagot is tartalmaz, hiszen a működéséhez egyébként szükség van erre. A gondot kezdődik, amikor különböző nem megfelelő táplálkozás, stressz, különböző sok hatások hatására, mérgezések és minden egyéb káros dolog hatására gyakorlatilag kiürülnek a szervezetünkből ezek az aranytartalékok, na és akkor itt többek között ezek hozzájárulhatnak ahhoz a szervezetünk nem megfelelő működéséhez. Ugye azt tudjuk, hogy a vitaminok, ásanyagokra nagyon nagy szükség van a szervezetünkben, és ha ezek nincsenek meg, akkor különböző hiánybetegségek léphetnek föl, amellett, hogy nagyon sok esetben a lelki eredeti ok van a háttérben a problémáknál. Na, de térjünk vissza az emberi testet. Tehát láthatjuk, hogy a vérerek, ugyanígy a nyirokeringés, az idegrendszer és a DNS, és az egész szervezetünk maga egy nagy fraktális rendszer, ugyanúgy. A DNS-ünk az ugyanez a spirális fraktál szupravezető antenna, ami vesz, és ad jeleket ebből a skaláris isteni tudat energiából. Egyre jobban kezdik felismerni a tudósok is, hogy a DNS-ünk az egy spirális, fraktális, szupravezető antennarendszer, ami része tulajdonképpen az egész tudatunknak, és, az egész fizikai testünknek, és ebbe ez csak úgy tud rendesen működni, hogyha ezek az orbusz halmozállapotú ásványok biztosítják ezt a szupravezetést. Na most ö, egy érdekes információt szeretnénk megosztani. Több kísérlet volt arra, hogy ha ilyen olmusz ásványanyagokat annak élőlényeknek, például gémódosított növényeknek, akkor ezek a növények vissza tudnak egy generáció alatt változni az eredeti módosítatlan állapotukba. Mit értek ez alatt? Fogtak egy olyan kísérletet, hogy kukori, gémódosított kukoricát Ültetés előtt báztattak ilyen olmusos vízbe, majd elültették, meglocsolták, utána fölnőtt a kukorica. Alapesetben a génmódosított növényeknek az a tulajdonsága, hogy nem használhatok vetőmagként. Tehát el lehet ültetni, de nem fog kikelni, mert úgy van módosítva, hogy a gazda kénytelen legyen ezektől a vetőmag cégektől megvásárolni ezeket a magokat. Na most a kísérlés során kiderült, hogy egy generáció alatt újra termékenyé vált ez a növény. Azért ez egy nagyon érdekes információ, ezen mindenki elgondolkodhat, hogyha ez egy növény esetében tud működni, már pedig úgy néz ki, hogy tud, akkor ez olyan úgy embereknél, állatoknál lehet, hogy hasonlóképpen tud működni. És ez egy nagyon fantasztikus dolog, hiszen egyre... Jobban kezd bebizonyosodni az, hogy hát nem biztos, hogy az embereknek annyira hasznos és jó dolog ezek a különböző gémódosított növényeknek a fogyasztása, mert hát ki tudja, hogy hosszú távon milyen kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Tehát, hogyha maga a növény ugye steril élet téve, és utána nem tud már szaporodni, és ha egy valaki megeszi, akkor érdekes kérdés, hogy vajon ez mit okozhat a emberi szervezetben is akár. Az agyunk az szintén egy szupravezető fraktális antennarendszer, ami ezt a skaláris hullámokat adja, veszi, továbbítja ezt az energiát ezzel a tudatok keresztül. Na most ezek a törések vagy hullámok itt az agyban, ezek arra szolgálnak, hogy tulajdonképpen a fölleti ö, részét megnövelje, és ezáltal is még hatékonyabban tudjon működni, mint egy fraktális antennarendszer. Az emberi idegpályák, az agyban lévő idegpályák is, ezek a neurónok és a csomópontok nagyon-nagyon tele vannak alapesetben ezekkel az ormuszás anyagokkal, amik szupravezetők, ezáltal tud a tudatunk is rendesen működni. A tobozmirigy az egy érdekes kis szerv az agyunknak a középpontjában, amit spirituális körökben harmadik szemnek is neveznek. Ez tele van ormusz állapotú aranyjal, ródiummal és platinával, és ez tulajdonképpen az az összekötő kapocs, ami a nem fizikális világot a fizikális világgal összeköti. Bizonyos elképzelések szerint a lélek is itt létezik, itt lakik. Egyre több információ van arra, hogy a tobozmirigyed bizonyos körök nem nagyon szeretnék, hogyha normálisan működne. És azáltal, hogy például Amerikában Florid, Floridáják, tehát Floridot adnak az ivóvízhez, illetve ugye azt tudjuk, hogy meg uh, akarják a fogainkat óvni, és azért floridos fokrémeket árulnak, hashtag há, most már nem csak, de azért nagy, nagy, részben, és mindig elmondják, hogy ez mennyire jó a fogak szuvasodása ellen. Hát uh, ez nem teljesen igaz így, ugyanis a Floridnak a legjobb szerepe az abban van, hogy ezt a tobozmirigyet gyakorlatilag elmesesíti, és a képen itt pontosan látszik, hogy gyakorlatilag leblokkolja a tobozmirigyet, ami nagyon sokféle problémával járhat együtt, hiszen amellett hogy különböző hormonokat, például a melatonin nevezetű hormont is termelje a tobozmirigy, ami befolyásolja az alvási ciklusunkat, és ezen kívül még nagyon sok minden egyebet is amellett bizonyos körök úgy tűnik, hogy nem nagyon szeretnék, hogy az ember sokkal, az emberi tudat sokkal jobban kiterjedjen annál, mint amire most jelenleg képesek vagyunk. Tehát spirituális körben az, az információ van, hogy ha valakinek a toboz megfelelően működik, akkor sokkal-sokkal több információhoz tud hozzájutni a körülöttünk lévő morfogenetikus mezőből, vagy isteni tudatból nevezzük teljesen mindegy, hogy hogy. Úgy tűnik egyébként, hogy ezek az ormosz anyagok képesek lehetnek a tobozmirigynek a mésztelenítésére. Na most itt ugye az emberi idegrendszert látjuk, megint csak ugyanaz a fraktális rendszert mutatkozik itt meg, amin keresztül az isteni tudatosság ára tulajdonképpen keresztül rajtunk, és az a skaláris energia tart minket életben. Ugye, ahogy említettem is, a kínai akupunktúrás rendszer, vagy akupresszúrás rendszer, megint csak ugyanez a elmélet szerint működik, hogy vannak a testünkön, testünkben olyan, olyan kitüntetett pontok, amiket, hogyha stimulálunk, nyomunk vagy szúrunk, akkor azon keresztül az energiaáramlást tudjuk befolyásolni, és ahol mondjuk egy energetikai blokád van, nem megfelelően áramlik az energia a szervezetünkben, akkor ott ezen keresztül lehet segíteni. A iris diagnosztika gyakorlatilag ugyanez a rendszer szerint működik, ugye ez már egy gyakorlatilag elfogadott tudományos rendszer, hogy az íriszen keresztül ugyanúgy, mint ahogy a, a belső szervek, majd mindjárt fogom mutatni a képen, a talpon, kezen idegvégződések által ugye összekötetésben vannak, ugyanígy látható az íriszen keresztül is, vagy van egy úgynevezett szklerológiának nevezett tudomány vagy diagnosztikai rendszer, ami tulajdonképpen pedig a szemfehérjében osztja fel ugyanúgy a belső szervekre a különböző részeket, és ezekről lehet információkat gyűjteni. Ugye itt ugye megint csak, ahogy minden mindennel összefügg, a kézen és a lábon évezeredek óta tudjuk, hogy olyan idegvégződések vannak, olyan pontok, amelyeket, hogyha stimulálunk, akkor a különböző belső szerveinket tudjuk stimulálni, illetve esetlegesen javítani, ahol mondjuk energetikai elakadás van. Ugye ezek az ábrákon látható, a, ugye ez Indiából ered, eredendően a, a csakráknak a rendszere, hét fő csakrának a, a, a rendszere, amik tulajdonképpen rájöttek arra bizonyos emberek, látók, akik, akik fizikálisan is látták ezeket az energiáramlásokat, hogy van az emberi testben hét olyan fő energetikai központ, amin keresztül tulajdonképpen az ember energiát tud felvenni mondjuk így a környezetéből vagy az univerzumból. Tehát magyarul az étellel és itallal csak egy elenyésző, kb. 20%-át vesszük magunkhoz annak az energiának, ami működteti az emberi szervezetet. Az összes többit a csakrákok keresztül, a környezetből, ez a skaláris energiának a befogadásával tudjuk tulajdonképpen magunkhoz venni, és ezáltal működünk. És ott a bal oldali képen látható megint ugyanez a fánk alakú toroidális rendszer, amelyen keresztül ez az energiaáramlás az emberi szervezet Körül is megtalálható. A kristályok ugyanilyen fraktális struktúrában vannak egyébként elrendeződve. Ezek is ilyen szupravezető ormusz elemeket tartalmaznak, ezek is ugyanúgy antennákként, vevőként, adóként tudnak fung, ö, funkcionálni, ugyanis ezeknek van egy, egy saját rezgése mind, különösen a hegyi kristályt használják, ugye a kvarc kristályt például régen a kvarcórákba azért tettek ilyen pici kvarc kristályt, mert ezáltal tudták tulajdonképpen az órának a pontosságát beállítani, hiszen folyamatosan egy adott hercen rezgett ez, és akkor ezt lehetett ugye mérni, és ehhez igazítani az órát. Itt most egy nagyon érdekes videót fogok bemutatni. Ez arról szól, hogyha letesznek egy asztal lapra egy... Menjünk tovább. Nagyon érdekes dolgokat lehet itt most látni. Az emberi beszédben a különböző hangzóknak, például az A betű, E betű, I betű, stb. ennek a frekvencián leképeződése gyakorlatilag egy hasonló kísérlet során így néznek ki ezek, a, ezek az ábrák. Itt a középső sorban azt látszik, hogy a különböző kultúrákban, különböző vallási és egyéb kultúrákban ezek a hasonló ábrák hogyan jelennek meg, mint például ugye a katolikus templomoknak nagyon sok üvegablakán látható ilyen gyönyörű szép elrendeződés. És milyen érdekes, hogy ez pont a hangzás, tehát a hangfrekvenciáknak a különböző leképeződése. De ugye itt látszik az azték, egyiptomi hindu kultúrában, vagy a nagy hadron ütköztetőben, ugye Svájcban például a részecske gyorsítóban is egy hasonló kép alakul ki. Itt a lenti sorban pedig az látszik, hogy ha a DNS spirálunknak különböző metszeteit láthatjuk, mint ahogy itt ezen a képen. Ugye, hogy még minden mindennel összefügg, amit a hang generátor kiadott ábrákat, és kiadott tökéletes, szimmetrikus ábrákat, az valahol például a DNS spirálnak a leképeződései. Ugye az életvirága jelet azt, azt, nagyon sokan ismerik, az tulajdonképpen egy kettős piramisnak, egy, egy nyolcszögű piramisnak, ami egymásba van fordítva, annak egy kétdimenziós ö, vetülete, ahogy a jobb oldali részen látható is a színes vonalak, ahogy összekötik a képpontokat, ott kirajzolódik belőle tulajdonképpen az a Dávid csillagjel, illetve még sok minden más is. Itt vannak ezek az úgynevezett platoni testek, vagy jobb oldalon a Da Vinci képében a Merkaba, az egymásba csúsztatott két háromszög, piramis, ami utána persze síkban háromszög, és ennek a különböző vetületei. És ebből alakulnak ki azok a szent platonikus testek, ugye, ami a kocka is, vagy a három oldalú piramis, vagy a nyolc oldalú kocka, 12 oldalú, illetve 20 oldalú, amik ennek a szemgeometriának ugyanúgy a részei. És ezek a kitüntetett szemgeometrikus ábrák, ezek mind-mind tulajdonképpen ilyen skaláris energia gyűjtő és továbbító rendszerek. A Youtube-on, ha valaki rákeres, akkor nagyon sok olyan zenét, hangot lehet megtalálni, ami különböző frekvenciákra vannak hangolva, és akkor ezeken keresztül ugyanez a skaláris életerő energia jobban be tud áramolni hozzánk, és tud gyógyító hatást létrehozni. Most a történelm során sokan vizsgálták azt, hogy a természetben előforduló ábrák, tárgyak, azok miért úgy néznek ki, ahogy ugye ez egy, ez egy tyúk tojás, Kérdés, hogy valójában miért így néz ki ez a tojás, miért így ideális, hogy így nézzen ki. Az egy dolog, hogy a tojás héjban a csont, vagy hát ez a mész az nagyon magas ilyen ormoszásványokban. Miért? Azért, mert ez a tojás így tulajdonképpen egy skoláris energia összekoncentrálja belül ezt a csít, pránát vagy életerőt, és ezáltal, mint egy inkubátorban, ugye, meg hát nyilván persze a meleg hatására, elkezd az a kis csirke vagy az a madár növekedni és, és fölnőni. Ez információt tárol tulajdonképpen az, az egész rendszer. A görögöknél amforákat úgy csinálták, hogy ételek és vizek tárolására olyan anyagból készítették, amikben magas ilyen ormusz ásványanyagok voltak, és ezáltal jobban el tudták tárolni. Mert nem roblottak meg ugye a bennük tárolt ételek, italok. Vagy jobb oldalon a kimchi edényt láthatunk, dél fermentáló agyagedény, amiben beletették a káposztát, kelkáposztát, fűszerekkel, stb. és utána egy magas ormusz tartalmú földben elásták, és egy bizonyos nap- és holciklus ideig ez bent volt, és ezáltal a különböző mikrobák segítségével átalakult, fermentálódott ez az étel, és egy, egyrészt film lett, meg, meg tele életenergiával. A modern korban, 19. században egy Rudolf Steiner nevezetű emberke volt az, aki az egész antropozofián keresztül ezt a, ezt a szellemi tudást igyekezett tulajdonképpen elhozni, és amellett, hogy a világ működését is próbálta magyarázni, ugyanúgy a mezőgazdaságban is nagyon fontos irányelveket adott. Ugye jelenleg itt a mikorunkban inkább ez a Waldorf iskola, jelenik meg tulajdonképpen ez a tudásot próbálnak olyan információkat átadni a gyerekeknek, ami, ami, ami egy életközelibb megközelítés. Tehát itt például azt látjuk, hogy fogták a szolvasmaráknak ugye az agyarait, a szarvait, ami alapból nagyon magas hormusz tartalmú ásványokat tartalmaz. Ezeket megtöltötték sarvosmalhatrágyával és utána pedig egy Fibonacci spirál szerűen a földbe lehelyezték, elásták és utána vártak egy meghatározott időt, különböző holciklust, és amikor újra előásták, akkor gyakorlatilag ez a, ez a trágya, ez átalakult egy nagyon magas potenciálú trágyát, tehát egy egy sokkal erősebb trágyázó hatást tudtak ezáltal létrehozni, illetve akár homeopátiás készítményeket is tudtak belőle csinálni. Tehát itt van az, hogy fogtak egy, egy természetes anyagokat, amiket bizonyos, formában bizonyos ideig elástak, és hagyták, hogy tulajdonképpen ezen a szarvakon keresztül, és ezen a spirál következtében az a skaláris energia, ami áramlik a Föld felé, az ide összegyűjtődjön, és ezáltal át tudjon alakulni egy egy még potenciálisabb anyaggá, és természetesen ugye különböző műtrágya és egyéb kemikáliáktól mentesen lehet így egy sokkal nagyobb terméshozamot elérni. Itt azt látjuk, hogy különböző hegyek fölött, például itt a Sasta-hegy nevezetű amerikai Szent hegy fölött, egy ilyen lencső formájú, egészen furcsa felhők alakulnak ki. Ezek azért vannak, mert tulajdonképpen ezek a hegyek rengeteg ilyen szupravezető olmoszanyagot tartalmaznak, és ezáltal egy ilyen skaláris adóvevő antennává válnak tulajdonképpen, és ezek a felhők mutatják, hogy a hegy fölött egy egészen különleges energetikai rendszer alakul ki, ami így jelenik meg a felhőknél. De most akkor beszélhetünk az egyiptomi piramisokról is, amik te egy mesterséges hegyek voltak tulajdonképpen, amiknek ugyanaz volt a feladata, hogy egy adott formában és adott módon ezt a skaláris energiát összegyűjtse, továbbítsa, és például agyagokat átalakítsanak a belsejében. Így néz ki körülbelül az energetikai rendszere egy ilyen piramisnak. És ha hiszitek, ha nem, akkor a királykamrát, az többek között arra használták, szó sem volt temetkezésről, hanem itt állították elő a különleges energetikai rendszerben ezeket az ormuszanyagokat. Ez egy nagyon érdekes kísérletet mutat, ez egy Kirlian fotó. Tulajdonképpen fogtak egy műgyanta piramist, aminek a belsejébe egy Tesla tekercset tettek. Ez egy különlegesen föltekercselt részhozat. A tetejére pedig egy rész piramis fejet raktak, és utána az látszik ezen a Kirlian fotón, ahol tulajdonképpen egy DNS spirál szerű energia áramlás történik, ugye fölfelé. Ugye milyen érdekes az az egész? Megint csak minden mindennel összefügg. Ami kint, az bent. Hát hogy kerül ide az emberi DNS spirál? Ez az ősi tudás, ez régen megvolt. Megvolt az indiánoknál, hogy így épített. Oké, elmondta a sámán, hogy így kell építeni a sátrakat. Na de miért így kell építeni a sátrakat? Ki tudja ezt megmondani? Hát azért, mert ez ugyanaz a rendszer, ugyanaz az energia gyűjtő rendszer, amiben jobb volt az alvás, jobban tudtak pihenni, akár meditálni, és egészségesebbek tudtak maradni. Ugyanez a rendszer mutatkozik meg például ebben a tibeti stupában. Bementek a szerzetesek, vagy bárki, aki akart ott meditálni, imádkozni. És ez a rendszer, ahogy fölépül ez a piramis, nem piramis, bocsánat, ez a templom, a tetején ráadásul ezzel a ez az, szó szerint antenna rendszerrel, ez mind-mind ugyanazt szolgálta, hogy összegyűjtse ezt az életerőrgiát. A középkorban, középkori váraknál nagyon sok helyen megtalálhatók ezek az obelisk-szerű hengeralakú henger alakú tornyok, amíg gyakorlatilag megint csak ugyanezt a rendszert voltak hivatottak szimbolizálni, hogy összegyűjtötték az energiát. Szaudarábiában, arábiában Mekában minden évben van egy rituálé, amit úgy hívnak, hogy a sátán megkövezése. Ugye, ha fölülről megnézzük ezt a képet, akkor nem olyan, mint egy, mint egy adóvevő antenna, mint egy hatalmas nagy teleszkóp, amin keresztül a csillagokat kémleljük. Tehát ez is egy érdekes, hogy, hogy van a középen egy, egy obeliszk, van egy, egy, egy tű tulajdonképpen, ami fókuszál valamilyen energiát, és körülötte az a töltsér, az pedig ott összegyűjti. Az már ugye egy más kérdés, hogy ezt az energiát, mondjuk a tömegpszichózis hatására összegyűjt energiát, ki és mire akarja használni, és mire lehet egyébként használni. Milánoidom. Nagyon érdekesek ezek a gótikus építmények, ugye ez a égfelé törő, nagyon vékony, csúcsos tornyok, ezek tulajdonképpen ugyanezt a skoláris antennarendszert rendszert hivatottak szimbolizálni, illetve itt a 3 d világunkba lehozni. Ezek ugyanúgy adóvevő antennáknak voltak használva. Úgyhogy megnézzük fönt középen ezt az ablakot, itt megint érdekességet lehet látni, mert megint egy, egy spirálgalaxis-szerű állapotot láthatunk. Miért pont így néz ki az ablak? Vagy a templom belsejébe. Ki mondta azt meg, hogy ennek így kell kinézni ennek az oszlopnak? Hogy ennek így csavarodnia kell? Vagy a tetőnek pontosan így kell kinéznie, hogy fölépüljön? Ezek mögött egy olyan ősi tudás van, ami lehetséges, hogy az idők során elfelejtődött. Vagy éppen elnyomták. De mégis ott van. Tehát valamikor régen létezett egy tudás, amelyik pontosan tisztában volt az univerzum működésével, tisztában volt azzal, hogy ez a nevezük skaláris energiának, vagy életenergiának, vagy kozmikus energiának, ez hogyan áramlik, és hogyan tudjuk akár pozitív, vagy hát sajnos akár negatív dolgokra felhasználni. Nagyon sok olyan építészeti eh, emlék, illetve épület van, amelyik ugyanezt a rendszert mutatja. Ugye ezt nyilván ezt a moszkvai templomot, ezt mindenki ismeri. Miért pont így néz ki ez ennek a kupolája? vagy Washingtonban, ugye Washington emlék ami amely egy modernkori obeliszk, tulajdonképpen ez egy, ez egy mészkőből, illetve különböző vulkanikus kőzetből fölépített ö, épület tulajdonképpen. Most annyit tudni kell, hogy Washington maga a város egy nagyon tudatosan és a szabadköműveseknek egy nagyon tudatosságára épülően fölépített város és megtervezett város. Itt is tulajdonképpen ez az emlékbű valójában azt csinálja, hogy ezeket a skaláris energiákat, hullámokat fogja be, illetve továbbítja. Elfejtorony, mint egy tű és a körülötte lévő Uh, utak, parkok, ezek mind, mind ugyanazt a rendszert szimbolizálják. Vagy a Vatikán, ugye, a b, b pont így néz ki ez a tér. Ugye ezek az oszlopok, ezek ott a árkádok környékén, ott megint csak ezt az energia összegyűjtést, illetve továbbítást segítik elő, és a tér közepén pedig megint ott van ez az obeliszk, mint egy tű, amelyik a középpontja az egésznek. Hogy az amerikai Kapitólium épülete, ugyanezt az építészeti rendet lehet itt látni. És akkor most szeretnék rátérni arra, hogy az olmusz a modern korban itt, na, itt hogyan tudjuk előállítani, hogyan lehet előállítani úgy, hogy az valóban egy számunkra nagyon-nagyon hatékony és, és a mi életünket javító és elősegítő agyak tudjon lenni. Eddig beszéltem arról, hogy mi is ez az egész, hogyan épül föl, hogyan függ össze tulajdonképpen a kozmikus energia, a mi földi rendszerünkkel, az egész bolygónak a fölépítésével, az emberi test fölépítésével, ahogy láthattuk a spirálgraxisok karjaiban a, ahogy forognak, ugyanúgy megjelenik a naprendszerben, ahogy a bolygók forognak a nap körül, és aztán megjelennek a növényekben és aztán megjelennek az emberben, ugyanúgy a DNS spirál és az egész fraktális rendszerünk, ugye a v lemez, az erekken keresztül, a idegrendszeren keresztül, a nyirokrendszeren keresztül. Na most az ormuszt leghatékonyabban, az ormuszanyagokat anyagokat úgy lehet előállítani, illetve a legjobb minőségben, hogyha minél nagyobb mennyiségben állítjuk elő. Tehát lehet otthon elkezdeni kocsiasztani, én ezt van erről is rengeteg videó, meg lehet nézni a neten, YouTube-on, hogyan, hogyan ö, javasolják ezt megcsinálni. Én megmondom, hogy szintén óvaintanék mindenkit attól, hogy, hogy otthon ö, kezdjen el ö, alkímiai módszerekhez folyamodni, mert mert nagyon-nagyon precíziós műszerekre van arra szükség, hogy, hogy ne egy toxikus anyagot állítsunk elő, de egy mérgező anyagot, vagy ne egy olyan kellemetlen mellékhatással legyen, ami ami később problémákat tud okozni, amelyet mert jó dolgot szeretnénk előállítani. Amiről én tudok, hogy hogyan lehet nagyon hatékonyan és nagyon jó minőségű armusz anyagot előállítani, az, az, pedig az, hogy ha veszünk nagyon magas ásványanyag tartalmú tengervizet, például a csendes óceánnak a vizét, és ezt egy hatalmas tartályban, ahogy itt a képen látszik, egy örvénylő mozgásba hozzuk, és körülötte pedig egy elektromágneses rendszert építünk föl, és ennek hatására nyilván ez egy több lépcsős folyamat, ennek hatására itt arról van szó, az a lényeg az egésznek, hogy a tengereknek a vizében a több mint 70 fél anyag található. Ezek az ásványanyagok viszont a klórhoz kötötten úgynevezett sok formájában találhatóak meg. Ugye ezért sós ízű a tengervíz. Ugye a nátrium klorid, az a konyhasó, a nátrium kötődik a klórhoz. Ugyanígy az összes nemesfém, amit itt felsoroltam, 11, ugyanígy ilyen klórhoz kötött formában, ionos kötéssel, sok formájában van jelen. Ha megisszuk szimplán a tengervizet, az nem annyira jó az emberi szervezetnek, mert például az aranyklorid az egy mérgező vegyület. Tehát, hogyha ezt nagy mennyiségben fogyasztjuk, akkor sajnos mérgezést tudunk előállítani maguknál. Ezért érdekes az, hogy ezekkel a bizonyos technikákkal, például, amit az előbbi elmondtam, föl lehet bontani ezeket a bizonyos kötéseket, és azáltal, hogy ezek fölbomlanak, tehát a, például maradjunk az aranynál, elválasztódik a klórtól, Onnantól kezdve viszont ebben az elektromágneses mezőben egészen más halmazállapotba és egészen más tulajdonságokat kezd el fölvenni, és átalakul. Ezért hívják monoatomos elemeknek, ami egyébként egy nem teljesen precíz kifejezés, azt akarja jelenteni, hogy tulajdonképpen önmagukban állnak ezek az, mondjuk például az aranyatomok, ami később azonban össze tudnak állni ezek a szent geometria mentét, de ezt majd be fogom mutatni és ennek a hatására azáltal, hogy egy teljesen más rácszerkezetbe állnak össze, egészen más fizikai tulajdonságokkal kezdenek el bírni, mint egyébként mondjuk, hogyha egy karika gondolunk, vagy egy égszerre, mint aranyra, mint a fémre. Nagyon fontos kritériumok az ormoszanyagok előállítása során, hogy lehetőleg a legmagasabb minőségű alapanyagokat, magas sótartalommal rendelkező sót vagy vizet használjunk, a holtengeri só az nagyon magas, nehéz fém tartalommal rendelkezik, ezért nem igazán ajánlatos használata. Minden nagyobb mennyiségben történik az előállítás, annál nagyobb újjányzat torziós energiát tudunk létrehozni, annál jobban szét tudjuk szakítani ezeket a kötéseket, és annál magasabb elektromágneses potenciált tudunk adni ezeknek az átalakult nemesfémeknek. Házilagos mi az veszélyes lehet, hogy említettem, különböző savaklók nem megfő használatával a mérgező lehet, például ez az aranyklorid. Többszörös sterilizálás hatására pedig nincsen végül méreganyag az anyagban, hogyha megfelelő helyről szerzünk be ilyen ormoszt. Na most az előállítás során ez az első fázis, a folyadék. Amikor ez az átalakulás megtörtént, illetve elkezdődött, akkor egy ilyen Hi fehér, folyékony anyag jön ki tulajdonképpen. Így néz ki az Olmus ásványokkal telített folyadék. Hogyha ezt elkezdjük hőkezelni, elkezdjük belőle kivonni a vizet, akkor egy állagot lehet előállítani belőle. Ez pontosan ugyanaz az anyag, ugyanaz az anyag, ugyanazokat az első tartalmazza, csak kevesebb, kb. 6 kevesebb benne a víz. Míg végül, hogyha teljesen kivonjuk belőle a vizet, akkor pedig gyakorlatilag, mint a bibliai manna, egy por forma alakul ki, és ezt, hogyha leörüljük, akkor ilyen nagyon finom szemcséjű por alakul ki. Ugye Egyiptomban, és nagyon sok helyen valaki ránk keresett neten, akkor, és a David Hudson is mindig a porról beszélt csak, de a por, és, 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 sokan azt gondolják, hogy a por az egy sokkal potensebb, sokkal erősebb anyag, mint például a folyadék vagy a krém, de ez nem igaz, ez, ez, nem így van. Sokkal kevesebbet kell belőle bevenni, nyilvánvalóan, míg a, a folyadékból többet, addig a porból mondjuk egy napja, egy sokkal kevesebb is elegendő. Na itt van az, amiről beszéltem. A jobb oldalon látjuk az aranyat, mint fémet, ahogy mi ismerjük, ugye a sárga aranyat, amiből például légszereket állítanak el. A baloldali por, az gyakorlatilag ugyanaz az arany, csak egy egészen más rásszerkezetben vannak az atomjai, ezért a fizikai tulajdonságai teljesen megváltoznak. Ez egy ilyen kerámia-szerű, ugye itt a port látjuk, egy ilyen törtfehéres színű por, aminek picit ilyen tengervizes sós íze van. És na ez az érdekes az egészben, hogy a kettőtőképpen ugyanaz, és mégsem. itt látszik az, hogy a leggyakoribb rágyszerkezetei a különböző fémeknek, hogy ahogy említettem, ezek mint egy dobókocka szerűen, ezek a köbös elrendezésben vannak, tehát egy dobókockának az oldalain, szélein, csúcspontjain hold lapközepein találhatóak az atomok, ekkor néznek ki úgy, ahogy mi ismerjük őket alapesetben mondjuk az aranyfémként. Ha viszont ezt az aranyat, ugye fölbontottuk a különböző kötéseket, és utána pedig önmagától ezekben a különböző szent geometrikus összeállásban áll össze. Ezért hívják őket többek között mikroklasteres aranynak is itt egy nagyon erős elektromikroszkópos kép látható, hogy ezek, a, ezek az ormusz ásványok, hisz maga az ormusz az nem egy adott anyagot jelöl, hanem különböző ásványoknak, különböző eredendően fémeknek a módosult állapotát azáltal, hogy egy egészen más rágyszerkezetbe állnak össze az atomjai, és egy sokkal magasabb, Elektromos potenciára rendelkeznek. Úgy tűnik, hogy ezek az átalakult ormosz halmazállapotú anyagok, vagy fémek, ezek gyakorlatilag szobahőmérsékleten szupravezetők, ami egy nagyon érdekes dolog, mert a szupravezetés fogalmát, azt a fizika gyakorlatilag, ugye a szupravezetés azt jelenti, hogy ellen, gyakorlatilag ellenállás nélkül vezetik az elektromos áramot. Ezt a jelenséget jelenleg majdnem a nulla kelvin, tehát majdnem a null, abszolút nulla fok közelében, mínusz 270 pár fok közelében tudták pár pillanatra tulajdonképpen előállítani, tehát előállítható, csak házi körülmények között gyakorlatilag nem elérhető a történet, viszont úgy tűnik, hogy ezek az anyagok nagyon-nagyon jól szobahőmérsékleten is előadják ugyanezt a tulajdonságot. Baloldalon, csak valaki ismeri a zsidó misztikumot, ott van a kabbala, a tíz életutat mutató ábra tulajdonképpen, ami, ami az emberi lélekfejlődésnek egy ábrája. A jobb oldalát, a középső ábrán pedig az arany, atomnak egy másfajta elmélet szerinti elrendeződését mutatja. Ugye azért azt gondolom, hogy láthatunk némi hasonlóságot. A jobb oldalon pedig például egy máltai kereszt látható, ami ugye megint csak egy érdekes szimbólum, mert hogyha ez szerint az új struktúra szerint veszünk négy ilyen aranyatomot, akkor, akkor ez jön ki belőle. Az alkimiáról ugye már beszéltem, hogy a középkorban hogyan próbálták előállítani ezt a különleges halmazállapotú aranyat, ugyanis nekem szent meggyőződésem, hogy nem a valódi fébaranyat keresték, hiszen ez az anyag, mint ahogy a filozófusok köve, vagy a bölcsek köve, vagy az életelixír, ugye nagyon sokan azt szerették volna, hogyha meg tudják hosszabbítani az életüket, és ez minden pénzt megért. És úgy tűnik, hogy, hogy ezek az anyagok képesek lehetnek erre. Mindjárt elmondom majd, hogy miért. Pár érdekes tulajdonsága ezeknek az anyagoknak. Egy ötödik eddig ismeretlen halmaz állapotban vannak. Ugye a szilárd folyékony gáz és a plazma volt az eddigi négy ismert, és ez olyan, hogy az anyag, ez különböző, ettől egy kicsit különböző, gyakorlatilag egy ilyen 3D és 4D világ közötti állapotban rezek tulajdonképpen, olyan, mint egy multidimensionális anyag több dimenzióban is képes egyszerre létezni. Szóval a hőmérsékleten szupravezető, elektromágneses, nagyon érdekes, hogy antibiotikus, antivirális gombolő hatása van, ugyanakkor nem mérgező, és egy nagyon erős regeneráló hatást tud létrehozni. Össze tudja kötni a 3D-s világunkat a téridő különböző dimenzióival és frekvenciáival. Képesek távoli világok információit venni, mint egy antenna. Miért? Mert az előbb bemutattam, hogy az emberi szervezet, az idegpályák mind-mind egy ilyen fraktális antennaként működnek. Ugyanúgy, ahogy a gerincoszlopunk, ugyanúgy a sejtekben a DNS spirál, ezek mind-mind egy skaláris antennaként, adóvevőként funkcionálnak. És hogyha ilyen anyagokkal föl tudjuk tölteni Ezeket a raktárainkat, akkor gyakorlatilag másról nem szól történet, mint arról, hogy az emberi szervezet egy sokkal hatékonyabb módon kezd el dolgozni, működni, és sokkal magasabb fordulatszámra tudjuk tulajdonképpen kapcsolni a szervezetünket. Amikor elkezdünk ilyen fogyasztani, akkor a tapasztalatok alapján a legelőször az agyat tisztítja ki, majd az egész testet, szinte a dehéz és mérgező fémektől. Tehát egyszerűen kinyomja a szervezetből például a higanyt, az olmot, az alumíniumot, a fluort, amire nagyon-nagyon sok esetben azt mondják, hogy nem igazán lehet eltávolítani, de el lehet. Például ugye a különböző oltásokban, vívő anyagként, segédanyagként, úgynevezett adjuvánsként, hatásfokozóként például higanyt vagy alumíniumot használnak. Na most ez nem túlságosan egészséges a számunkra, és ezt úgy képzeljétek el, hogy a, ezek az ormusz elemek e, gyakorlatilag olyan töltést vesznek föl, mint amilyen töltése van ezeknek a fémeknek a szervezetünkben, és ha gond, arra gondolunk, hogy a mágnesek pódusaira, hogyha ugyanazt a pódust egymáshoz tesszük, akkor ugye azok taszítják egymást. És gyakorlatilag ezek az olmoszolgók a sejtközi térből ki tudják lökni ugyanazon a polaritás segítségével ezeket az oda nem való anyagokat, és utána pedig bárkivel azt a szervenszer ki tudja nyomni a szervezetünkből. Segít összeharmonizálni az agyféltekéket, és ezáltal például a lelki életre is nagyon harmonikus hatással van. Megfigyelték, depresszió, függőségek ellen tud hatni, ez legyen alkohol, drog, vagy akár evéskényszer. Ez az anyag. Na, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor arról szól, hogy az emberi szervezet harmonikus működése felé igyekszik terelni bennünket, tehát magyarul, a mi normális szervezetünk működését egy sokkal hatékonyabb, harmonikusabb állapotba segít hozni. Képes a DNS hibáinak kiavítására, ezáltal sejtszintű regenerációra. Például a DNS spirál végén található telomerek, egy ilyen dupla fehérje láncoknak a meghosszabbítására. Amikor megszületünk, akkor adott egységnyi ilyen telomerünk van, amik a sejtosztódás során egyre elkezdenek fogyni, és ezért van az, hogy idő után nem képes a szervezet megújítani magát, és előrekszik, és meghal. De mi van akkor, kérdezem én, hogyha volna egy olyan módszer, amivel ezeket a telomereket vissza lehetne építeni? akkor akár elképzelhető, hogy sokkal tovább is élhetne az ember. Gondoljunk csak bele a Bibliában, mondjuk Matuzsálemre. Ő 900 évig élt a leírás szerint. Ő ezt hogy tudta megcsinálni? Valószínűleg egészségesebben táplálkozott, de ez egy dolog. De valószínűleg az a DNS, ami neki volt, az a, az a rendszer, másképpen hatékonyabban tudott működni. Nyilván, ha elfogadjuk a Bibliát, mondjuk, mint egy korrekt leírásnak, és valóban elhisszük, hogy ennyi évig élt az ember, ez tulajdonképpen egy személyre szabott őssejt terápia, ezek az ásványok az őssejtek ásványi megfelelői. Na, itt látszik az, hogy van a DNS spirálunk, és azt mindannyian tudjuk, hogy ez a DNS spirál, ez sérülhet. Sérülhet mérgezések által, stressz, sok hatások által, környezetszennyezést, rengeteg olyan dolog van, ami miatt sérülhet. És hogyha sérül a DNS, és tulajdonképpen a DNS nem maga raktározza a tervrajzát ami belső szerveinknek, sejtjeinknek, hanem tulajdonképpen ez ugyanígy antenna, amin keresztül a környező tudatmezőből, Lehívjuk tulajdonképpen azt a tervet, ahogy kinéz a mi sejtjeink, vagy a belső szerveink. Ugye tudjuk azt, hogy az egész emberi test 7 évente teljesen megújul, teljesen kicserélődik az összes sejtje, de ezen belül a különböző szervek különböző gyakorisággal újulnak meg. Például a máj egy hónap alatt, a szem három hónap alatt, általában, de akkor kérdezem én, miért van az, hogy valaki mondjuk szemüveges, megújul az összes sejt a szemében, és ugyanúgy ugye rossz a szeme? Hát azért, mert a ez sérült, ami alapján megújulnak a sejtek. De kérdezem én, hogy ha hozzák, ki tudjuk javítani a DNS-nek ezeket a hibáit? Ha ezek a ormusz, alap, ormus ásványanyagok, ezek képesek gyakorlatilag atomis szinten, szubatomi szinten hozzákapcsolni a DNS-hez is, és kiavítani ezeket a hibákat, akkor onnantól kezdve újra egészségesek lehetünk nagyon érdekes tulajdonságát mutatják itt be az olmosznak. Amilyen anyagot én ismerek, az mi anyag tárolóban van. Sokan kérdezik, hogy miért, miért nem üvegben, mert hát az egy sokkal szebb, meg nemesebb anyag. <kül> Igen, csak ezen a képen az látszik, hogyha például több éven keresztül ormus anyagokat tárolunk egy ilyen üvegedényben, akkor gyakorlatilag, mivel rezeg, mivel ez egy élő anyag, egy nagyon magas rezgése van, egy idő után fölveszi annak a környező anyagnak a rezgését, és szét tudja repeszteni például az üveget. Na ezért. A műanyagokat, nyilván nem mindegy milyen műanyagban van, azokat sokkal nehezebben tudja így megbontani. No, akkor most szeretnék bemutatni pár nagyon konkrét példát arra, hogyha ezeket az ormusz használjuk a mindennapokban, például elsősorban a mezőgazdaságban, akkor milyen tapasztalataink lehetnek ezzel. Kanadában végeztek olyan kísérletet, hogy gyakorlatilag egy kivágásra ítélt több mint száz éves almafa, ami teljesen el volt száradva, egy ö, tavasz alkalmával háromszor locsolták meg olmosos vízzel, és nem hogy ö, nem, ha, nem, nem kell kivágni, hanem egyszerűen újra fölé lett, termővé fordult, és amint itt lehet látni, ekkora almák teremtek rajta. 400 g alma. Úgy tűnik, hogy ezek az olmoszásanyok, ezek természetes növényvédő és rovarírtó szelek. Tehát egyszerűen annyira, mint ahogy mondtam az emberi szervezetnél és olyan annyira magasabb fordulatszámot tudják kapcsolni az egész életet, hanem megnövelik az életet benne, ezáltal tulajdonképpen ellenállóvá tud válni a különböző kártevőkkel szemben. Akár 300%-os termék is el lehet érni az, azt gondolom, hogy ezek így önmagukért beszélnek. Vagy itt vannak ezek a paradicsomok. A, a piros paradicsom az egy boltban vásárolt paradicsom volt, a baloldali pedig Ormuszon nevelkedett paradicsom, még növőfélben már nagyobb, ugye, mint a bolti. Paradicsom palánták. Hát ekkor Eprek teremnek Kanadában például egy folyton termő bokrom, Márciustól októberig, nem kicsik. Vagy például egy akkor akkora, mint egy vödör. Amerikában is végeztek kísérleteket, például a diófáknál meg, meglocsolták, hogy olmusszal látszik a két fa közötti, meg a terményeken közötti különbség. Hát nem kicsik. Itt egy évvel később látszik, hogy mekkorára nőtt ez a fa vagy narancsok esetében. Balszélső narancs és a mellette lévő grapefruit egy helyi szupermarketből való, ott a mellette lévő a harmadik egy olyan fára, ami két év át lett utána pedig a jobb oldali pedig egy négy éve öntözött. Tehát egyszerűen azt tapasztalni, hogy ezek a növények, én mindig azt szoktam mondani, hogy semmit nem kell elhinni, ne higgyél az ég egy a semmit, érdemes kipróbálni a növényeken. Meg kell ott a növényeket, akár, akár szobanövényeket, és, és megfigyelni, hogy milyen változás áll be a, a kis életükben. Mert a növények azok nem gondolkodnak el azon, hogy én most hiszek ebben, vagy nem hiszek ebben. Ők egyszerűen felszívják azokat a jó dolgokat, amik, amik nekik kellenek, és meghálálják. Hát igen, itt ilyen nem, nem kicsi tököket látunk, sütőtököt Amerikából, uborkákat. Lehet úgy is csinálni, hogy ültetés előtt, hogy korábban is mondtam, beáztatnak magokat, és akkor úgy ültetik el, és akkor utána is lehet locsolni, illetve permetezni. Tapasztalatok alapján a, a levélen keresztüli permetezés az, az valahogy jobban Haták, hatékonyabbnak bizonyult. Itt Magyarországon is sok tapasztalat van, majd ezt is be fogom mutatni. Kukorica nem kicsire nőtt. Ugye általában a kukoricatöveken egy vagy maximum kettő kukoricacső van. Na most itt az Olmusszal kezelteken nem volt ritka, amelyiken hét vagy 9 kukoricacső is nőtt. Afrikában is vannak tapasztalatok, Dél-Afrikából kaptam ezeket a képeket, ahol nagyon-nagyon szépen növekszik a paradicsom ezen a bokron, pedig ott annyira nem ideálisak a körülmények. Hát Ausztráliában is sok, sok, pozitív tapasztalat van, és nem kicsik. Ez konkrétan egy szőlőskert, ami végig lett lekezelve, nagyon szép egészségesek a szőlők, vagy ugyanúgy ugyanez a farmon a paradicsomok, koktélparadicsomok, hát látszik, hogy roskadásig vannak. Minden növény nagyon szép zöld, nagyon szép egészséges volt a kukoricájuk. Ázsiában gyömbér, kezelt, kezeletlen. Hát rengetegféle növényen kipróbálták, tulajdonképpen szinte minden el lehet. Akkor egy kis érdekesség Magyarországról. 170 g-os füge, gyönyörű szép fügebokrom. Ez a kukoricaföld, ezt úgy képzeljétek el, hogy egyetlen egyszer ez tavalyi felvétel, egyetlen egyszer lett lepermetezve ormosos vízzel, és ilyen szép zöld és nagyok lettek a, a kukoricák, hát itt még növőfélben van. Ami az érdekesebb azonban, ez a baloldali képen látható, baloldali részen látható mező, a jobb oldali az pedig a szomszéd földje, ami háromszor lett műtrágyázva, meg gyomírtózva. Egyébként ugyanannyi vizet kapott mind a két rész. Ez idei felvétel gyakorlatilag ugyanúgy kezelt és kezeletlen növényeket mutat, ugyanakkori állapotban, tehát ugyanannyi vetést számított, ugyanannyi idő elteltével. Itt is ugyanez látszik, már egy kicsit nagyobban. Most nyilvánvalóan öntözni kell a növényeket, tehát víz nélkül az olmusz magában nem fog csodát tenni, tehát azért ezt érdemes tisztázni, a víz mindig kell, tehát hogyha egy, egy teljes szárasság van, és kiszáradt mező van, akkor, akkor sajnos csodát nem tud tenni. Ez egy kumkvat növény, ami hosszú éveken keresztül egyáltalán nem akart se virágozni, se gyümölcsöt hozni, és akkor egy, egy télen keresztül almuszos öntözés után ilyen szépen hálálta meg. Vagy különböző csirák, hogy szépen növekednek. Ez egy csili, magyar erős paprika tulajdonképpen. Ez a saját tapasztalatom kaptunk egy pár palántát, amit kiültettem egy balkonládába, és a nyár folyamán összvíz kétszer lett meglocsolva ormuszos vízzel. Most itt az alsó képen látszik talán, hogy rengeteg-rengeteg hogy paprika termet rajta. Hát még a még az nyár végén is dugig volt virággal egyébként. És ami a legérdekesebb volt, hogy nagyon-nagyon finom íze volt a paprikának, amellett, hogy természetesen csípős volt, de, de finom íze volt. Most erről a bokorról annyit érdemes tudni, hogy akitől kaptam a képet, elmondta, hogy tavaly összvisz kettő darab virág volt ezen a bokron, idén pedig itt csak permetezte az illető ezeket a növényeket, a következő képeken így látszik. Ha valaki ki szeretné kipróbálni, akkor a folyadékot javasolnám. Öntözéshez 5 ml ormuszt javaslok 4 liter vízhez, és minden harmadik locsoláshoz. Fő, hogyha permetezni szeretné valaki, akkor pedig 15-25 ml ormusz, ugyanúgy 4 liter vízhez, vagy nyilván arányosan kevesebb vagy több. Ugye ez a 4 liter azért van, mert egy gallon az kb. 3,8 liter víz, tehát így szoktuk a mérőszámokat megadni. Hát gyönyörű, szép, egészségesek a növények. Itt azon az látszik, hogy egy fikusz, ami igazából nem nagyon szokott így a, a könyökből hozni új hajtást, illetve lehullott leveleknek a nyomán sem nagyon szokott kinőni, hát itt most ezen a képen pont ez látszik. Ezek ilyen filérekért hozta el az illető egy kertészetből ezeket a növényeket, gyakorlatilag kidobták őket, halálukon voltak, és hazavitte, és elkezdtek kezelgetni olmosos permetezéssel, és hát amint látszik, elég szépen elkezdtek helyrejönni. Gyönyörű szép körté, illetve ez naspolya. Ami a legérdekesebb a képeken, hogy, hogy gyakorlatilag nincs semmiféle probléma a leveleken. Tehát egyszerűen nem támadja meg a gomba. Tehát ahogy mondtam az elején is, hogy antivirális, antibakteriális és gombölő hatása van, kipróbálták szőlőn is, és gyakorlatilag a ellen is, és mindenféle egyéb gombásodás ellen is nagyon-nagyon szépen megúvta a növényeket. Egres bokor, gyönyörű, szép, egészséges, zöld. Erről az egy bokorról ennyi termést takarítottak be, ami nem kevés. Ez egy kis hibiszkusz, nagyon-nagyon szép, szépen nőtt. Ez egy havai rózsa, ami itt a magyarországi éghajlat nem a legideálisabb a számára, de mégis úgy tűnik, hogy az ormosz hatására nagyon-nagyon szépen elkezdett nőni. Málnapokor eper, itt az az érdekesség ennek a képnek, hogy ez gyakorlatilag egy homokos talajon van vetve, ami ugye nem a legtermékenyebb talajok közé tartozik, és csak ormusszal volt megöntözve, illetve permetezve nagyon-nagyon szépen nőnek rajta az eprek. És hát aztán sok is van, és nagyon erősen állnak fölfelé. Tehát ki karózás nélkül is egyébként erősek a száraik. Hát árvácska a kis balkon pár virág helyett ennyi lehet rajta. Ennek a muskátinak az az érdekessége, hogy ez körülbelül másfél hónapig így virágzott, és nem akart egyszerűen ne elhervadni. További virágok. Uborka palánta, baloldali kezeletlen, jobb oldali kezelt, két-háromszor meglocsolva normuszos vízzel. Azt gondolom, hogy eléggé látványos a különbség. Répa, illetve hagyma, körülbelül ugyanaz a föld, ugyanaz a körülmény, a különbség annyi, hogy az egyik kormusszal kezelt, a másik nem. Um, van egy küldetés tudat egyébként te mögött az egész történet mögött, legalábbis számomra, és az egyik legfontosabb pontosan a mezőgazdasági felhasználás. Mert hogy érdemes volna, aki megteheti, és van mondjuk egy kis kertje, egy kis <kül> része a ház körül, akkor lehet, hogy érdemes nem fűvel bevetni, amit tulajdonképpen egy haszontalan növény, a maximum szép, de sok hasztot nem hoz, de lehet, hogy akkor a területen érdemes inkább valami kultúrnövényt bevetni, amiből lehet, hogy a család meg tudja magának termelni azt a növényeket egészséges módon, vegyszerek és minden egyéb műtrágya nélkül. Sokkal kisebb területen, sokkal nagyobb mennyiséget, ami lehet, hogy magának elegendő. Állatokon is kipróbálták nagyon sok esetben az ormuszt, akár külsőleg, akár belsőleg. Belsőleges fogyasztásra a peten embereknél a folyadékot javaslom, míg a krémet ugyanúgy meg lehet enni, például az állatoknak sokkal egyszerűbb a kis ételükre rárakni, könnyebben megeszik, viszont a krém az első körben sorban a külsőleges hatásában a nagyszerű. Tehát itt egy macskának egy hasi műtét is ebbe látható, ahogy beletkenve a helyek tulajdonképpen hormusz és akkor olyan úgy, ugye kiszáradt, megszáradt, utána por maradt vissza. Itt látszik, ahogy szépen beletkenve, és utána gyakorlatilag szinte hegnélkül gyógyult a seb. Ez egy két macskánk, a kis vörösről azt kell tudni, hogy ez egy utcáról befogadott kismacska, aki gyakorlatilag egy két hét múlva, hogy hozzánk került, állandóan elkezdett köhögni, szinte folyamatosan halálán volt, alig bírt mozogni, Hét állatorvosi látogatás után és három antibiotikumos kúra után közölte a doktor úr, hogy ne hozzam ide többet ezt a macskát, mert nem tud vele mit kezdeni. És ekkor volt az a pont, hogy mondtam, hogy jó, akkor itt most befejeztük a nyugati orvoslást, és csak hormuszt, illetve vitaminpasztát fog kapni a kismacska. Hát három hónap után azt hiszem, hogy elég látványos a különbség. Itt egy kicsit már idősebb, de három hónap kellett neki, hogy teljesen fölépüljön. Most a Öt macskán közül ő a legnagyobb, és hála istennek teljesen egészséges. Ez a fekete másik cicánk, ő egy nagyon eleven, rosszul ugrott, rosszul esett ablakból vissza, és hát eltört a medencéje. Na most két helyen medence törött macskával, sok mindent nem lehet csinálni, gipszelni nem lehet, álnyugalmat nagyon nem tudunk neki adni. Azt mondta az orvos, hogy kb. 7 hét kell, mire összefor a csontja akár hisztek, akár nem, három hét alatt összefort ennek a macskának a medencéje, és utána tudott menni. Egy emberi fejsérülés, egy balta ütötte fejsérülés, amit utána kórházban összekapcsoltak. Az illető folyamatosan kente a krémmel. A jobb oldali képen az látszik, hogy 13 nap múlva hogyan nézett ki a seb. Elég látványos a különbség. Ez egy ausztrál eset egy 70 éves bácsinak a nagyon egyszémás hámló kezét láthatjuk, kezelés előtt, illetve egy hét kezelés után így nézett ki. Németországban végezték ezt a kísérletet, egy boka törött embernek, miután kivették a, a merevítő fémeket a lábából, utána az egyik oldalán a sebet hagyták önmagában gyógyulni, a másik oldalon pedig ormuszkrémmel kenték egy hét elteltével eléggé látványos a különbség. Az Ormus borzasztóan jól tudhatni például vízhogyagok esetén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyáltalán nem fakad ki a hólyag. Egyszerűen vissza, visszahúzódik és gyakorlatilag leszárad pár nap elteltével. Ez egy motorbalesetes fiatal embernek az arca, hogy hát kicsit fölrepett a szem körül meg az arcán, és a szépen kente, és elég látványosan helyrejött. Az Afrikából érkezett ez a kép, egy nagyon csúnya heg, ahogy éppen gyógyuló félben van. Szintén ez látszik, hogy műtéti heg után gyakorlatilag egy ganglion alakult ki, egy, egy ömleny alakult ki ott a hegnek a környékén, ott egy vizenyő, valamiféle vízföldgyőlemlés, ami semmire nem akart mozdulni sehová, látható, hogy a jobb oldalon pár hét kezelés után gyakorlatilag teljesen elmúlt ez a kitüremkedés, és a heg is utána elkezdett szépen gyógyulni. Nyilván egy minél régebb volt a meglévő csúnya heg, annak azért idő kell, mire, mire azért látványosabban elkezd ö, visszahúzódni. A krémet egyébként kétféleképpen lehet használni, hogyha nyílt sebről van szó, akkor ö, gyakorlatilag olyan mértékben érdemes rákenni, hogy hogy teljesen fedje el. Ugye itt a bal oldalon azt látjuk, hogy egy vékonyan fölkenve, egy korábbi az a baltásképpen, az látszott, hogy vastagabban, nyilván minél vastagabban van, annál jobb. Egy fél óra, ható idő után általában beszívja magát annyira, hogy csak egy, egy por marad vissza, azt le lehet mosti. Vagy lehet, hogyha egy nem nyílt sebről van szó, vagy nem egy fájó területről, akkor pedig gyakorlatilag bele lehet masszírozni a bőrbe addig a krémet, amíg el nem tűnik teljesen. Erre is vannak pozitív példák, hogy nagyon szépen regenerálni tudja a volt seb helyeket. Hát itt az látszik, hogy ugye különböző sebek, ahogy, ahogy kezelve vannak a krémmel, és utána szépen gyakorlatilag mondhatjuk, hogy heg gyógyult. Ez egy megégetett új, ami látszik ott a hüvelykújon, hogy leégette, ott egy ilyen másod vagy harmadfokú égési sérülés következménye van gyógyuló félben. Hát itt érdekes a visszajelzés, azt mondja, ajtó, mint a kruplihámozó, fél centi osszal lenyúzta, csontig a bőr, dőlt a vér, bekentem, bedunsztolt a mormusszal, csípett, mint a rohadás, 24 óra múlva ilyen lett mosogatás után. Tehát elég látványos, azt gondolom. Ez a saját tapasztalatom. Tavaly húsvétkor leforráztam a kezemet lobogó sonkalével, sikerült ráönteni. Gyakorlatilag a egy harmadáig körülbelül légettem így körülbelül ezen a részen le így ezt a, ezt a tenyérrészt, és, illetve a készfejrészt, és az volt az érdekesség, hogy nem ö, raktam se hidegvíz, se meleg alá, hanem bekentem ormuszkrémmel. Egy pár perc után nagyon éles határvonal látszódott, ahol az érintett terület volt, szinte rögtön beszívta a krémet, a többi részen úgy megmaradt. Ezután még egyszer bekentem, vártam egy fél órát, utána lemostam, és ez gyakorlatilag utána készült közvetlenül ez a fénykép. Tehát ahogy látszik, gyakorlatilag semmi, semmi nem maradt vissza. Se pirosodás, se ígés, se hólyag, semmi. Tökéletesen jó volt. Ez egy nagyon csúnyán bevörösödött szúnyogcsípésnek a, a kezelését mutatja, amilyen volt az eredeti állapot, és utána szépen, ahogy a, ahogy a páciens elkezdte kezelni, gyakorlatilag egy hét elteltével szinte teljes mértékben eltűnt. Egy nagyon csúnya, egcémás kezet lehet itt látni, ahol a bőr is földgyűrődött, illetve a hüvelykújon gyakorlatilag hámlott a bőr, hosszú idő óta fönnálló, problémáról volt szó itt a hölgy esetében, és egy pár hét ormuszkrémmel történt kezelés után, ilyenné vált. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ez látványosan mutatja, hogy, hogy mennyire szépen dolgozik a krém, borzasztóan látványos eredményeket ad a bőrön. Hát ez egy csúnya kép, igazából van ennél még csúnyább is, de azt már nem mertem ide berakni, mert az kicsit ilyen horrorisztikus. A lényeg az hozzá, hogy ez egy sajnos egy diabéteszes cukorbeteg elfekélyesedett lábat lehet látni, amivel hát az orvosok nem túlságosan sokat tudtak csinálni. Itt az igazsághoz hozzá tartozik, hogy egy piócás kezeléssel együtt volt alkalmazva az ormuszkrém. A pióca nagyon-nagyon hatékonyan tud együtt dolgozni az ormuszkrémmel, ugyanis a pióca nyálában lévő enzimek nagyon szépen lebontják a elhalt sejteket, illetve serkentik a véráramlást, van egy véralvadás gátló hatása is, illetve sebgyógyító hatása, és a krémmel együtt nagyon-nagyon szépen látványosan gyógyul, tud gyógyulni a seb, és egy pár hónap elteltével ez a csúnya ronda seb, ez, ez gyakorlatilag ilyenné vált. Tehát szinte kimondhatjuk, hogy gyógyult a páciens. Nagyon érdekes, mondhatjuk mellékhatás, hogy nagyon szépen fehéríti a fogakat az ormusz. Általában én például úgy szoktam bevenni, hogy nem nyelem le rögtön a folyadékot, hanem 5 percig, vagy akár 10 percig öblöketek vele a számban, Tapasztalatok alapján nagyon szépen fehéríti a fogakat, a fogköveket le tudja szedni, és regenerálni tudja a fogzománcot. Ez például erre egy visszajelzés, egy páciens küldte a képeket, hogy gyakorlatilag magától lejött a baloldai képen, az látszik, hogy szinte eltűntek a fogkövei, és ez pedig egy nagyon erős mikroszkóp alatt látható a fogának a felülete, hogy a zománc mennyire szépen megerősödött milyen esetekben segíthet az ORMUS? Tehát onnantól kezdve, hogy kimondjuk azt, hogy gyakorlatilag DNS szinten képes hatni az emberi szervezetre. Most mivel a DNS a legalapvetőbb építő kockája az emberi szervezetünknek? Hogyha itt képes segíteni az emberi öngyógyulásban, mert ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az öngyógyulásban segít, akkor gyakorlatilag szinte minden esetben segíthet. Itt ki lett egy pár olyan dolog, amiben nagyon sok visszajelzésünk van már, hogy hogy tudott igenis segíteni. Tehát egyszerűen mindig azt, abba gondoljatok, hogy mindig a harmónia visszaállításának az irányába hat. Tehát, aki túlsúlyos, annál egyszerűen az anyagcserének a harmonizásán keresztül a lerakodott zsírokat elkezdi lebontani, és elkezdenek az emberek fogyni. De nem egy fogyókúra, tehát sok olyan tapasztalat van, hogy az ember semmi nem változtatott az étkezésén, a, a, mozgásán, a szokásain, és ennek ellenére idézőjelben csak az ormusz folyasztása hatására elkezdett harmonizálódni az anyagcseréje, és kezdett megszabadulni a súlyfelslektől. Aki pedig nagyon sovány, kórosan sovány, ott pedig elkezd fölszerni kilókat, ami szintén az egészség irányába mozdul el. Nagyon sok visszajelzés van arra, hogy több az energiája az embereknek, mélyebb, nyugodtabb az alvásuk. Megerősítik a memória, könnyebben tudnak visszaemlékezni. Az elején mondtam, hogy összeharmonizálja az agyféltekéket, illetve az agyból segít kitisztítani azokat a nemesfém, nehézfémeket, amelyek le tudják blokkolni az agy tevékenységet. Megnövekedett immunválasz, logosító hatású, Tudja javítani a látást, például szemcseppentőbe, hogyha beleteszünk 50-50 ban tesztilált vizet, vagy nagyon tisztított vizet, és ormuszt, tehát magyarul 50, tehát duplájára higítjuk, vagy akár triplájára, és utána naponta egy-egy cseppet, naponta kétszer belecsöpögtetünk a szemekbe, több visszajelzés van szürkehályog, zöldhályog és makulodegenerációnak a javulásáról. Meg tudja növelni a libidót. Hozzá tudja segíteni a párokat a gyermekárdás meg, ö, megtörténtéhez megrögzött rögeszmés viselkedést tudja csökkenteni. Ugye ez megint mindez az agytevékenységnek a normalizálása, illetve ezáltal a lelki folyamatoknak a normalizálása következtében. Nagyon sok visszajelzés van epilepsziás romok csökkenéséről, vagy teljes megszűnéséről. Kognitív gondolkodásbeli funkciók megerősödése. Gondolatok és csökkedetek megemelkedett kommunikációs képessége. A izomtömeg növekedése a teljes a felhalmozódásnak csökkentésével. Nagyon érdekes például a testépítőknél megfigyelhető, hogy sokkal gyorsabban és nagyon mértékben tud az izom növekedni, és, és nincs olyan e, izomlás például. Államállapotreakciók növekedése, renfázis, fázis, vastagabb, erősebb körmök, megnövekedett melaninválasz változásokat idéz elő a hajnövekedésben és a körmökben. Ez főként hölgyek esetében nagyon-nagyon látványos pár hónap alatt rengeteg-rengeteg visszajelzés van arról, hogy egyszerűen bedúsul, megnövekszik a haj, és a köröm, és nagyon-nagyon és látványos. Férfek esetében ez kicsit nehézkesebb valami miatt, ezt pontosan még nem tudjuk, de ez a tapasztalat. Gombajánes reakciók bőr-körömgomba esetén, nagyon sok tapasztalat van Alzheimer, Parkinson, szklerózis Multiplex esetén, mivel az agyból elkezdik kinyomni például az alumíniumot, ami többek között ezeket a kor képeket tudja előidézni. Látványos javulások állnak be. Nyilván nem egyik napra a másikra, ez egy hosszabb távú történet, de valóban úgy tűnik, hogy tud segíteni. Megállítja a sebek, vágások karcásk elfertőződését gyógyítja kiütéseket, nagyon gyorsan gyújtja, a rohadt csípéseket, hogy ezt bemutattuk, csökkenti az acidózist, kevesebb gyomorsabb termelést, csökkenti a hegesedést, begyorsítja az agyisérülések gyógyulását, az agyászkodás esetén, begyorsítja a traumakoztabb pszichológiai károsodásokat, ugye ez a poszttraumás stressz gyógyulását, szabályozza a hormontermelést, Növeli és szabályozza hasponyi inzulintermelését, cukorbetegség esetén konkrét laborerendményes vizsgálatok alátámasztották, hogy hosszú hónapokon és akár éveken keresztül fogyasztás nagyon-nagyon szépen akár 4-5-6 egységgel is például a hemoglobin A1c-t, a negyedévente mért vércukorszint eredményt nagyon szépen segít beállítani. Csökkenti a gyulladás, növelve a rugalmasságot és a mozgást ugye erről volt szó, hogy baktérium, a vírus jön, a mutációkat a DNS-ben, meg a géntek, módon olyan magukban is. Beszél egy pár gondot a spirituális hatásokról, aki hisz benne, aki tapasztalja ezeket a dolgokat, ezekre is mind-mind van a visszajelzés, hogy egyszerűen kitágul az észlelés, megnövekszik az intuíció, az érzékeny túli érzéke és javulása, tisztább mentális fókusz, erősebb teremtőképesség, aktiválni tudja a kundalint a szervezetben, aktiválja a fénytestet, segíti a spirituális fejlődést, világosabb, tudatosabb álmodást segít előhozni, fokozott szinkronicitást az életben, a DNS ébredését, vagy az 5 d felemelkedés átalakulás elősegítését. Egy-két gondolat a felhasználásról. Az olmuszanyagokat mindig szobai jövőségületen kell tárolni, nem szabad hűtőben tartani, plusz három fok alá ne menjen hosszú távon, mert euh, nagyon, hát nem tesztek ki, ott kicsapódnak nagyon erősen az első és úgy melegíteni sem szabad. Minden egyes használat előtt jól fel kell rázni, mert alapvetően van egy olyan tulajdonsága a folyadéknak és a krémnek is, hogy a víz és az egy idő után, ahogy állnak, elkezdenek szétválni, de ezzel nincsen probléma, felrázással ugyanúgy homogenizálni lehet, illetve felkavarással szintén. A porra, ahogy említettem korábban, nem tud többet, nem potensebb, nem erősebb a többi változatnál, egyszerűen csak például szállítási költség a világ másik felére kisebb, hogyha egy ö, 10 g-os port küldünk, mint egy kilós folyadékot. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki elkezdi az ormoszanyagokat szedni, az emelje meg, a folyadékbevitelét legalább 20%-kal. Ez nem azt jelenti, hogy aki eddig 2 liter ivott, az igyon 5 litert, akkor igyon 2,5 litert, aki egy litert ívott, így 1 liter tivott, igyon 1,2-t. Mindig az adott emberhez mérten, mert az a tapasztalat, hogy beindít egy nagyon erős méregtelenítést, ahogy említve volt a különböző károsanyagokat kinyomja a szervezetből, ez viszont csak úgy tud megtörténni a kiválasztó szervrendszeren keresztül, vesőn, májon keresztül, hogyha van vívőanyag, tehát van megfelelő mennyiségű víz a szervezetünkben, erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Átlagos, napi, átlagos felnőtteknél, 70-80 kg-ra van számolva, a folyadékból a napi bevitel az alapvetően 5 milli, de a elmúlt másfél év világban történt események alapján inkább azt mondom, hogy ez 10 millire nyugodtan fölemelhető, akinél nagyon súlyos kórképek állnak elő, rákosodás vagy bármilyen egyéb epilepsziás rohamok, ott akár a 15 millire is föl lehet emelni, Javasom a napi kétszeri bevételt, nyilván ilyenkor érdemes megfelezni a mennyiséget, reggel vagy este, teljesen mindegy, hogy étkezés előtt, közben vagy után, nincsen befolyásoló tényezője, ez nem homeopátiás szer, tehát nyugodtan, ha valakinek egyébként nem ízlik az íze, gyerekeknél szokott esetleg előfordulni, akkor nyugodtan beletehető bármibe, kakaóba, joghurtba, tejbegrészbe, kávéba, bármibe, a lényeg, hogy bevegyük ha valaki gyerekeknek, állatoknak szeretné adni, akkor mindig tömegarányosan kell kiszámolni a dozírozást. Terhesnők is szedhetik minden probléma nélkül, nagyon sok tapasztalat van erről. Sokkal ö, egyszerűbb és könnyebb, fájdalommentesebb volt a szülés azoknál a nőknél, akik végig szedték például. Szoptatás során is nyugodtan lehet adni, akár a kicsinek a anyaten keresztül, akár külön egy-két cseppet nyugodtan a szájába be lehet tenni, nagyon sok visszajelzés van, hogy gyakorlatilag szinte betegség nélküliek ezek a gyerekek, akik így kapják folyamatosan. Lehet kúra szerint alkalmazni, és lehet folyamatosan is szedni. Én több mint három éve szedem a családdal együtt, és abszolút -e azon benne, amíg csak tudom és élek, addig én ezt szeretném fogyasztani. De van olyan ember is, aki mondjuk csinál egy-két-három hónapos kúrát, és akkor utána körülbelül ennyi szünetet tart, ez mindenkinek a saját Döntése. Aki elkezdi szedni az ormust, az első héten elképzelhető, hogy egy lazább széklet, vagy esetleg egy hasmenés előfordul. Ez nem káros reakció, ettől nem kell megijedni. Ez egy ö, nagyon picit kellemetlen mellékhatás. Ez annyit mutat, hogy beindul egy is folyamat, ami a nagy ö, számú visszajelzések alapján egy pár napon belül elmúlik. Tehát ettől még egyszer hangsúlyozom, nem kell megijedni, és nem kell abba hagyni az ormus szedését, ez el fog múlni. Nincs gyógyszerekkel gyakorlatilag kontraindikáció. Vitamint mellette kell szedni, hiszen ezek az anyagok csak ásványanyagok, tehát ezek a vitaminokat nem tartalmaznak. Viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy például elég magas a cink tartalma az Olmus termékeknek, tehát ha valaki külön mellette mondjuk például kifejezetten cinket szed, akkor lehet, hogy azt érdemes elhagyni. Egyébként minden más ásványi étrend kiegészítő, hogy nyugodtan lehet mellette szenni. Hát itt volna tulajdonképpen a lényeg, amiről az eddigi időben beszéltem, hogy az ember ebből a tisztán 3 d földi életből, ami egy, egy tisztán materiális élet, lehet, hogy érdemes volna, hogyha egyre jobban elmozdulna egy, egy szellemi élet felé is hiszen félig, akárhogy nézzük, itt élünk ezen a földön, de mellette lehet, hogy érdemes a tudatunkat egyre jobban tágítani, és, és lehetséges az, hogyha, hogyha az egész szerezgésünket föl tudjuk emelni, akkor, ahogy itt a képek mutatják, lehet, hogy egy sokkal magasabb létezési formába is el tudunk jutni, és lehet, hogy a, a létezésnek egy sokkal kiterjedtebb, és sokkal szebb formáját tudjuk megtapasztalni. Én azt tudom, vagy azt tapasztalom, hogy aki az olmoszagyokokat szedi, annak elég nagy az esélye arra, hogy az életnek egyre csodálatosabb részeit tudja megtapasztalni. Ez a Merkaba, ez a fénytest, ötdimenziós test, nevezzük bár hogy ezek, ezek az elgondolások, elképzelések ugyanezt hivatottak mutatni. Tehát hogy az ember az nem csak a fizikális 3 d teste és ez a materiális világ, hanem igenis van a lelkünk, ami egy magasabb rezgésű, részből áll, és, és, van egy olyan a fénytestünk, az auránk, és a körülötte lévő egyéb fénytest, amit igenis föl lehet erősíteni, és ezek az Olmus anyagok, amik olyan, mintha egy folyékony fény lenne egyébként, amikor magunkhoz vesszük, akkor ezt a, a rezgésünket egyszerűen megemeli. És az bár egy pozitív mellékhatás, hogy az előbb felsoroltam azokat a spirituális hatásokat, egy nagyon érdekes mm, tapasztalatokat lehet megtudni ezáltal. Hát igen, van egy ősi tudás és egy új kezdet. Egyrészt azért, mert újra föl lett fedezve ez az anyag itt a modern korban, másrészt pedig azért is, mert lehet, hogy az emberi életnek egy egészen új fázisába tudunk ezáltal belépni. Ebben mindenképpen sokat tud segíteni ez az anyag. Ez egy gyerekes kísérlet arról, hogy fogtam egy papírlapot, és bekentem a közepét Olmusz krémmel, aztán hagytam megszáradni. I Tehát itt az látszik, cream, hogy meggyújtom a papírlapot, és, és egyszerűen körbeig. Tehát magyarul az a rész, ami Olmusszal belett korábban, és megszáradt, az gyakorlatilag éghetetlenné vált, nem fogta a tűz. Na most ez egy nagyon érdekes, akár további wow. felhasználási lehetőség. Akár az építőiparban, akár ki tudja. Még milyen helyeken. Ez csak, mint egy érdekességképpen tettem ide a végére, hogy nagyon szépen látszik, ahogy, ahogy a tűz nem fogja az ormust. Jó, és akkor a végén engedjetek meg, hogy David Hudson-től idézzek: Ez az anyag nem valami ellenes, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez nem éjszellenes, az nem rák ellenes, ez az életet támogatja angolban ezt úgy mondják, ez a Prolife. Ez szó szerint a lélek. Ez az anyag nem arra van, hogy az étszert gyógyítson. Ez arra van, hogy tökéletesítse a testünket, és hozzáteszem a lelkünket. Ez az anyag nem gyógyszer, hanem korrigálja a testet abba az állapotban, ahol lennie kell az egészséges működéséhez. Valójában az immunrendszerünk az, ami leküzdi és meggyógyítja a betegségeket. Ha képes vagy tested minden sejtjének DNS molekuláját kikorrigálnod, abból a károsodásból, amit a rák vagy egy vírus, mint az étszűrűs okozott, akkor szó szerint tökéletessé válsz. Visszatérsz abba az egészséges állapotba, ahol lenned kellene. Ez az anyag ténylegesen is egy filozófiai anyag. Azért van, hogy felvilágosítson minket és megemelje az emberiség tudatát. Ha történetesen közben betegséget gyógyít, úgy legyen. Nehéz megértenünk, hogy valójában ez az, amire való. És itt volna a lényeg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy sok hasznos információval tudtam szolgálni. Keressétek az Ormuszt. Én mindenkit erre biztatok. Ez egy olyan csodálatos anyag, ami nagyon-nagyon sok mindenben tud nekünk segíteni. A növényeinknek, az állatainknak és magunknak, az embereknek. A testi, lelki, szellemi harmóniának az elérésében. Sziasztok!